reggelt kívánok, üdv a csatornán. Ez lehet, hogy egy kicsi hangos volt, de annyira nem talán. Elmegyünk egyet, jaj, csapatjuk neki, mint a csapatási. Figyeljetek, kipakolok, főleg a Stone-ból van ilyenkor ugyanállam mindig rengeteg. A mást azt nem is nagyon kell, mondjuk a vasat lehet, hogy kipakolok. Be kellene izítani a kazánokat, hogy menjen ez erről. És amíg elmegyünk, mert ugye tudjátok, hogy mit fogunk csinálni, várja, van olyan, hogy a rezem, a rezes banda, oda, nem, a rezes, van, nagyon sok rezem van, mert még mi nem használtam egyáltalán. Jó, ezeket most lehet, hogy itt nagyon nálam, bár a izét kellene, be kellene izítanom a kazánokat, ugye, hogy égesse a követ, rakjunk be föl fát bőven, rakjunk be egy, szerintem egy órára való fát, nem? Most, hogy így pakolgatom be, igen, a fa, kezdünk kifogyni a fából, de még jó, hogy ültettünk ugye olyan rengeteget. Na, skacok, 51 percnyi fa, itt meg ugye elvileg a vas megy bele, jó sok, ebbe is kellene rakni egy csomó fácskát, ebbe is kell raknunk egy csomó fát, és akkor amire visszajönk, arra minden szuper lesz, meg tudjuk kraftolni, ugye a mai cél, az nem más, mint... hogy ezt meg tudjuk, ezt a föntöz, akármit el kell, le kellene kraftolni. Ahhoz szükségünk van leginkább olajra. Mert nagyjából minden megvan, csak olajunk nincsen. Átnézem, hogy mi az, ami nem van, mi az, ami nem kell. Egyelőre szerintem ezt hagyjuk. Jaj, meg kést kellene csinálnom, mert elvileg a késsel jobban tudom. Meg azt csinálom szerintem, hogy ezt hagyom nyírva. Jó, most köszök, menjünk a francba. Vagy áll a motor, te izé. A járműveket kellene lootolni, vagyis azokat kellene szétszedni. Úgyhogy elmegyünk itt balra, szerintem van egy bevásárlóközpont, ott a környéken van biztos, meg igazából találom, szerintem. Sörétes puska legyen nálam elbegészítve. Akkor az lesz, 10 óráig szerintem lootolási lesz, mert olaj kellene 20. Az a baj az olajjal, hogy van olajpalám, csak minden, ja, üres izai kellene hoz, meg panna. Panna Mari, úgyhogy vannak problémák. Össze kell szednünk magunkat egy kicsit jobban. Elmegyünk erre, és akkor megnézzük minden épület környékén autót, hogyha látunk, azokat szétkapjuk. Nagy eséllyel egyébként azt hiszem, hogy olajat is ad, de bár nem biztos. De mindenképp kell mechanikus, kell rugó rengeteg, a Voldorokhoz is kell mechanikus, a mindenhez kell, gyerekek, mindenhez. Ó, itt van kapásból 3 autó, meg még egy zombi is. Megpróbálunk gyorsan végezni a zombikkal, hogy ne legyen annyira tököléses. Aha, ad olajat. Jó. Ha 20 olajunk megvan, akkor már jók vagyunk. Ott egy tyúk. Elsődleges. Másodlagos a zombi. Figyelj, táblát üti, öcsém. Nem, hogy kikerülnéd, haver. Gyorsan. Tyúkot látunk, állatot látunk, akkor leüljük. Te itt még nem a faszod. Itt még nem voltam benne, lehet, hogy körülnélek gyorsan. Hol van a közelharci fegyverem? Volt nekem egy közelharci fegyverem, kiraktam egy ilyen... Mi a neve? Egy ilyen kalapács. Közben rájöttem, már 3 rész óta nincs nálam, de nem tudom, hova tettem. Hú. Mi az, hogy nem lő el addig? Ide lehet, hogy benézek, hát ha valami jogunk lesz. Reméne. Itt is egy kocsi, ezt. Ja,
Jön belőle minden. Szétszedjük. Ó, acél, gyerekek! Ne szórakozzál! Jön belőle acél! Úgy látom, érdemes szétszedni dolgokat, lehet, hogy olyan dolgok jönnek, amire nem is számítottam. De bejön rendesen az acél. De jó, gyerekek, de jó. Mindjárt benézek ide. Ha már egyszer. Aki hörög valahol. Ha ott jött. Körülről... Úúúú, jó ez bazzer. Heavy. Kár, hogy rülj el a heavy-t. Jó gyerekek, azért vannak érdekes dolgok. Lámpát elrakom, mert mondtátok, hogy rá tudom rakni másra is, rábigyeszteni. Úgyhogy nem kellene azt csinálnom, hogy eldobálom, hanem hogy esetleg lesz egy jó... jó... sipkám, akkor arra rá tudom chest-tinteni. Na, itt szétcsapok, jó? Körülnézünk. Jó. Gyerekek. Van még valaki? Nem látod? Abba biztos, ott tudja, hogy van az mögött, figyelj. Ugye, le van redukálva nagyon a... az, hogy nem zörgök, mivel ugye Lightning Armorban vagyok szinte teljesen. Figyelj, azért kicsit körülnézünk, ha már egyszer. Hát, ha valami jó dolgot találunk, bár én nem bízok benne, hogy itt lenne bármi frankó. Valami soszogást hallok, lehet, hogy az állmennyezetnél vannak. Alóvé, alóvé, alóvé. Ja, hol vagytok, buzik? Valaki körögnek. Tudja, hogy az állmennyezet fölött mindjárt fotyognak le. Hogy mondtam, hogy mi? Ja nem, a padló. Ennyi volt! Valakik nyugtalankodnak. Semmi nincs, komolyan. De nem volt érdemes bejönni? Ennyi? Miért nincs loot, vagy valami? Szokott lenni loot egy ilyen... fő loot, akármi, nem? Semmi? Most tényleg ezért jöttem be, pam. Jó, te fiú! Gyerekek, ez nem valami nagy... ó, oh, tető. Jó, megnézzük a tetőt még. Elég soványkás felhozatal, nem? Esküszöm, jó. Á, ott van a lámpa, jó, ott lesz a lút. Hát, ha valami jó útot kapok, mindig elménykerek, aztán lófas. Jaj, Sanyi, ne! Húzza a fejhallgatómat. Á, Sanyi, ne! Rohadt életbe, Sanyi! Mindent elvittél, bazza. Sanyika! A fejhallgatót ne vidd el. Meg bazza, mi történik itt? Ez tök jó buli, hogy ilyenkor. Na, bocsánatot kívánok, beállítólag benneteket. Sanyika vitt mindent, mint a piros hetes. Nja. Itt vagyunk, itt van a jó lút. Hát, ha valami jó cucc, mondom. Á, de...
Esélytelen. Mondjuk ilyen kicsi helyiségben gondolom nem annyira van a agyonra. Na jó ez. Nem is annyira rossz. Ó, izének, ilyen pengének a tervrajza, úgyhogy annyira nem volt ez rossz. Megnézem, nincs valami, nincs. Jó, megyünk tovább, gyerekek, nem volt érdemes ide nagyobb bejönni, bár az kettő darab izét megtanultam. Kettő darab recit. Szóval az nem annyira szar. Ja, csak nem ez a, nem ez a projekt megy. Úgyhogy... Nem ez a projekt megy, bocs, az előbb ilyen itt elvitte a Sanyi a hidet. Berendezést. Beakadt a lába. Musentrogerbe aztán mit minden, mire pirosatos. Ilyen ezek, ilyen kapcsoló szekrények, meg ilyeneket is szét lehet. Megjött öreg anyánke. Hello, haver! A nőcit keresed? Jó. Egyébként tök jó, hogy vissza lehet nyerni a lootot. Nem, vagyis a, nem a lootot, hanem a, ezt a löveléket. Úgyhogy ez mondhatni ingyen gyilkolod őket. Nem mindig egyébként, de nagy esélye vissza lehet nyerni. Na, menjünk még egy kicsit azt... Jó. Menjünk még egy kicsit. Oh. Zombi volt-e? Zombi volt-e? Itt egy bevásárlóközpontnál. Abban a bevásárlóközpontnál biztos volt egy csomó autó. Azokat kinyírjuk. Ott egy kutya, jaj, de jó. Ennek szoktam örülni. Meg is volt. Meg is volt! Egy kis kaja sose állt a kipőrnek a bendőjébe. Szuper jó vagyunk. Szuper jó. Ki van arra? Mi a gyerekek? Itt egy verta. Nézzük meg először, mi van benne. De egyébként a loot nem veszik el, hanem akkor így kiesik belőle a végén. Ott a csaj. Ezt figyelemmel kísérjük, mert rakkózik. Szórakozik itt velünk. Olajra pályázunk, ám srácok, olaj. Hoppa. Azt hitted, mi? És meg van, mennyi olajunk van? Hol a olaj? Hol a olaj? Itt van 18, még kettő kell. Meg ugye tudunk csinálni, hogy majd csinálunk konzervdoboz, csak nem az lenne az elsődleges direktíva, hogy arra cseszem el a vasamat. Ezután nem scrappelem le a konzervdobozokat, mindenképp az lesz. Ott egy nyúl. Meg volt. Koncentráltam már, mint az állat! Ne viccelj! Hol van a nyúl? Mi gyerek? Van egy gyáma. Ezek a zombikkal kell futkozni mindig. Meg akart ölelni. Ezt a hadonászó hülyét, ezt nehéz találni. Gyerek. Ezt a csávót. Ezt felejtsd el, hogy fejbe lövett bazza. Hadonászik, mindent csinál, amit nem kéne.
Úrpán szömennyi úr be vagy. Gyapot. Minden szó, olyan dolgokat kapok. Izére nem kéne rámenni. Mi ez? Ott vannak a zombik. Kutya! Kutya! Ezt a lábát előttem majdnem. Kapkodok! Az a baj, gyerekek, hogy kapkodok. Igen, olajra kell menni, úgyhogy más nem nagyon. Vannak itt ilyen dolgok, amiket tudnék ugye leszkepelni, de az olaj kellene. Úgyhogy kocsira kéne rámenni, nem másra. Azt az egy csávot, azt nem tudom egyszerűen fejbe lőni. Az borzalmas. Na skacok, milyen szituáció itt? Már minden, tele vagyok minden szemettel. Na még egy olaj, jó. Még egy olajt szerzünk, azt megyünk is haza, jó? Mert kraftolási téma van. Meg akarom csinálni a wall door-t. Mindenképpen. Itt van autó bőven egyébként. Csak most meg sajnálom itt hagyni. Várjál, nincs olyan, amit le kéne scrapelnem. Tudnék ilyen konzervdoboz csinálni? Várjál. Ezt is scrapeljük már le. Meg. Ezt is scrapeljük le. Meg ezt nem tudom leszkrepelni, ezt úgy utálom ezt fordítani. Meg ezt is leszkrepelem most. És most már egy, ha megfigyelitek, egyre kevésbé iron arrow, ilyet nem használok, mert ugye ez nem ahhoz való. És a Nikon ez öregé. No room. Azt már nem használok sima íjat, hanem nyílpuska lőszer, az ugye más. És a Nikon, megsegítselek? Ma úgyis beletrolkodtál a játékba, ma. Meglátátok a napernyőn, van egy izé, van egy kalap. Egyébként komolyan. Na hol van a motorom, aztán húzzunk haza, megvan szerintem 20, nem? Hol az olaj? Ezt sose láttam, ezt az olajat. 19 még mindig? És köszönöm, azt hittem megvan, hogy a rossz sem nem ette meg. Na. Egy olaj legyen ma. És akkor meg vagyok szerintem teljes mértékben mindennek. Kaja, nincs kaja. Tikokat kell tartani, gyerekek, azt lesz kaja. Volt olaj? Milyen volt olaj? Rohadt életbe. Jó, ott még van arra autó, mert arra láttam, megyünk arra is. Csávó, ez mindig rugásra indul, ez pöcre indul ez a verda, gyerekek. Na, ott egy kocsi. Meg ott egy nyúl. Elütöm, baze. Hallod, átmentem, hogy akár azt te futott. Na, de jó. Na, legyen olaj. Egy olaj lesz, megyünk haza. Tudom, tudok kraftolni, de... Nehogy ma egy olajat nem ad. Ne üsse. Benzin az lesz bőven. Itt nincs egy dízel autó, csak mindig ezért. Benzines. Figyelj, egy darab olajat nem adna. Mindent ad. Ott az egy olajunk. Mehetünk is. Meg is eredt az eső. Jó gyerekek, húzás haza! Torony iránt. Itt meg van egy tó. Nyúlak itt a hemzsegnek, bazeg! Ne nyertek, úristenem! De ahogy megint elütöttem, és semmi. Ezek olyan, mint a macskák, 9 életük van, Dick. Tükörnek használja a fészkemet a képer, így mi a szak? Á, Istenem, komolyan mondom, nem kell róla fészkem. Még látjátok, hogy milyen hülye vagyok. Eddig csak a hülye hangomat hallottátok, hogy milyen hülye vagyok. Most meg ma ide is van. És meg látjátok is, hogy milyen ostoba itt a képer. Nézzegeti magát. Jó, hogy nem kinyomok egy patalást.
Ást, Istenem. Egyébként ez a White Balance ez nem nagyon tudja a dolgát. Mindig más. Ilyenkor hórfehér a feje. Ilyenkor sárgul. Fehér egyensúlya, nem nincs kibékülve. Na, 18-12, elvileg. Szerintem most már mindent meg tudok csinálni. Mennyi időm van mechanikusom, mert az azért kell? Ó, nem akadtunk nagyon be, mi? Hol van a mechanikus? 80 darab, az, abból összerakok egy időt, egy ifát. Annyi mechanikus alkatrészből szerintem. Jó. Sanyika, ne rosszakodjál itt, húzod a kábeleket. Megyünk haza ezerre. Megvan elvileg, meg azt hiszem vasat is szedtem elég sokat. Csak most nem nézem meg, mert visszagurul a Verda. Mekkora hegység, jaj. Ez a nem is tudom milyen peaknek nevezik, ami bele volt. Crystal Peak? Amiben így bele... nem is tudom melyik. A Terminator 3-ban volt Crystal Peakbe belásva egy ilyen bunker. Hát kb. Azt megoldottam itt. Crystal Peak. Megeresszük lefelé-e a mocit. Sanyika, de meg nyugodjál meg, nem kell följönned most. Maradjál szépen okosba ott. Jó, de jó volt helyem is. Na. Francia kurssal mászkál a képer most. Na, nézzük meg milyen szituációt. Itt aztán beégettem egy csomó minden most. Figyelj, de. Azt a betyár, figyelj. 112-t tudok csinálni. Gyerekek, minden is meg lesz. De miért csak 47-en van? Mire csesztem el már megint? Már megint elcsesztem valamire a Keeper, nem? Jó, meg lesz, nem gond. Na figyeljetek, egy kicsit kipakolok gyorsan, jó? Várja, itt mi van? Meg cement. Ó. Minden frankó. Itt is mehet, ugye? Csak nincs nálam a homok meg a többi. Na gyerekek, pakoljunk ki. Sanyika, nyugodjál meg, légy szíves, könyörgöm, köszönöm szépen. Szerves Craft, most tényleg normálisan menjünk végig. Oké. A Szerves Craft a rongy is itt van, igen. Nem tudom, hogy miért szerves, hát valószínűleg pamutból van, azért gondoltam azt, aztán azért így van, jó? No probléma. Szerves Craft. Jó, akkor ez eddig meg vagyunk. Akkor... Egyéb craft. Ez scrap. Egyéb craftba ide tartoznak, hát ez alá... Nem, az elektronyosban van, ugye? Benzin, az ide tartozik. Meg az. Jó. Oké. Páncél modifikáció, az pont itt volt, hogy rúg. Ez fegyver, militar armor, páncél modifikáció. De a páncél modifikációban vannak ilyenek nekem, de miért, gyerekek, de miért. Elektronyos, az nekem most nem kell, az volt is, meg a lámpa. Oké. A páncél modifikációban még fog kerülni a zseblámpa, mert ez nekem annak számít. A fegyver modifikáció, az is, az nincs, de fegyver alkatrész az. Az elektronyosba. Egyszer kell elrendezni, gyerekek. Rendet kell tartani. Vas. A vasba berakom majd ide egyelőre ezeket, mert most így van kedve a Keepernek. A fába. Figyelj, kipakolok normálisan, mert itt őrület van. A fegyveralkatrésznek számít a toll. Az egyéb craftnak számít a motorszámomra. Most egyelőre. Most egyelőre. Van rezem bőven. És... Szerves craftba számít viszont ez is. Ezt a csövet leszrepelem, csak nem kell nekünk cső, nem? Tó craftória úgy van. Jó. Ja, legalább tudok kaját is csinálni. Oké. Okay. Van üres izé. Fegyóba. Akartam valamit? Nem, a páncélba akartam. A páncélban nincs is semmi. Ja, a páncélban lehet, hogy gyűjtögetni fogunk a hatos árborokat, a heavy-ket is. Aztán akkor később esetleg tudok belőle válogatni, hogy van, nem? Jó. A gyógyszerbe ezt berakom, ezt a darab kötszert, igaz, sok mindenre nem jó. Oké, gyerekek, szuperek vagyunk. Most egyelőre ez így van. És általában úgy van.
Craft. Oké. A stone itt még mindig ég, van egy csomó. Itt mi a helyzet? 76 darab, meg tudom most már csinálni elvileg. Olaj. Mindent összenézünk, mi kell hozzá? Ja, meg kiraktam a maradékot. Mehet. Gyerekek, csináljuk azt az öntőformát. Az lesz a projekt. Ezt is magamhoz vesszük. Hát lehet, hogy ez be kéne pakolnom. Az olmot, azt miért itt tartom? Elvileg van a külön olmos. Olmos lassan. Mit csinálsz, Sanyi? Nyugi van. Meg a vasat lehet, hogy bepakolom. Ah, jaj, tége, de nem még benne semmi, úgyhogy ez menjen be. Jó, srácok, akkor. A nyílért kellene megcsinálni ezt. És mi kell még hozzá? Ah, ez megvan, mechanikus alkatrész megvan. Small stone és a clay. Az a clay szólom lehet, hogy nincsen. Small stone és clay szólom nincsen. Deek. Nem boldog a keeper. Látod? A clay soil. 900 darab kell, és az viszont azt tudnék kiégetni itt. 900 darab kell, és mennyim van? Van 17 darabunk. Akkor... hát egy 900 darab kell. Hú. 150. 900 darab kell, clay. Te fiú, az onnan szerzek én 900 darab clayt. Gyerekek, gyerekek, bajok nem kicsik, hallod? Baromi messze van a következő biom. Itt meg ássatok napestig. Oh. Gyerekek, nagy baj van. Nagy baj van, nagy baj van. Hát honnan szerzek én annyi klik? Nem tudok előállítani sehol. Clay soil. Ja, 5 darab clayből. 900 darab clay. Menjen a francba, bazzak. Honnan akasszak le neki 900 darab clayt? Komolyan. Ez honnan? Nincs a világon annyi clay. Nem szeretem széttúrni a bázisom környékén lévő földet. Mennyit ott? Nyitod egy izé. 1932, nem fogok összeszedni annyit, gondolom. Az Istennek se. Itt megpróbálunk áskálni egy kicsit. Gondoltam-e? Te Isten ki? Rengeteg homokot fogok kapni, ugye? Izé, erdős biomba jobban, hatékonyabb lenne. Ott a fiú, meg még jönnek. Na jó, álljunk neki, mindegy. Kell. Figyelj, kell! Nem tudok mit csinálni, gyerekek. Ez olyan dolog, hogy... ha fejre állok, akkor is kell oda rohadt kelé. 900 darab. Ugye mindjárt megnézzük, mennyire adsz el egy kis állat. Negyvenöt-kor kezdtük a szállat. Pillanat. És meg kutyák ugatnak, nyulak dobzódnak. A szállat kiszedjük. Olyan 5 perc alatt kiszedjük szállat. Ugye? Akkor annyira nem vészes ám. Igen, már 250-et összekaptunk, 900-at összekapunk. Az kész. Meg kell csinálni, figyelj, nem lehet. Igazából hiába is nyekergek, meg hiába is a fejen állok, pörgök a fejemen.
és nincs kléjem, akkor is kell mennem ásni. Ennyit tudok csinálni. Az ügy érdekében semmi mást. Ezért a Miner 69-re például érdemes rápakolni, ugye. Én meg kettes ásomban kellett volna csinálnom már régen egy 4-es ásort, vagy egy 5-es ásort tudnék csinálni. Sokkal gyorsabban haladnék, de most már nem állok le, gyerekek. De nagyon jó, hogy a staminám nézve, hogy milyen frankó. Hogy nem kell attól aggódnom, hogy így elfogy. Figyelj, most kettő, mivel ások, kettő ütéssel. Szerintem, hogyha csinálnak egy 5-ös ásot, simán meg lenne a idővel. Egy ütéssel. Egy blokk. 400 clay. Mindjárt megvan az 500 clay. És pikpak meg lesz. Ilyen lövészarkotások ide. Nem akartam ott szétcseszni a terepet, azért nem szeretek a bázisom környéken szétbarmolni minden. Ezért inkább bejöttem ide. Remélem megbocsátjátok ezt a kis időkiesést. Ott jön egy csaj. Jó, inkább megy. Az a 560, mindjárt meg lesz. 900-at elérjük, már rohanunk ki is haza. És meg jön az a csaj. És meg már megy, jó. Viszont egy csomó XP-t kapok csak azért, hogy itt ásak mind az őrült, látod? Ott van egy kutya. Jó, van, annyira nincs kajaszűké, nem vagyok kajaszűkébe. Most erre ráfügtem, hogy ezt megcsinálom. És 900 meg lesz, akkor le tudom craftolni ezt a szart, és abból akkor már tudok csinálni acélt, és akkor az acélból tudok csinálni a Vodort. Úgyhogy ezt mindenképpen ma meg akarom lépni. Holnap, meg már 21. napban, ott már tényleg az utolsó sivítások, esetleg kaját gyűjtünk be, meg készülünk a hordára ezerrel. Clay. Csinálunk majd minden szelszámból egy 5-öset. Már tudok elvileg, nem, minden 69-et, hogyha behúzom, akkor már tudok csinálni 6-osat. Maxos szerszámokat. És mindenből csinálunk akkor egy maxos szerszámot. A csákányból is ugye csak 4-es van, a baltából is csak 4-es, és akkor már marha gyorsan tudunk szedni mindent. Meg nagyon hatékonyabb, meg nagyon sok alapanyag jön ki. De ugye nem raktam volna a szexuál téren a szarruszra, hogy tüdé lenne. Mindig meg kéne állnom, hogy hások. Na figyelj, mindjárt megvan a 900, oda nézz. 3-4 óra játékidőben meg volt. Úgyhogy meg, tök megérte, én úgy érzem. Ezt a sort már végig csapom akármennyi is. Úgy, még egy. Ezt tudjuk csinálni, gyerekek, hogyha kell valami. Ezt a sort már végigverem. Jó, van ide, meg majd tudok jönni klégyűjteni, ha úgy van. Van 981-ünk. Na, húzzunk haza. Nem motorozok, mert jönnek a idők. A madarak, azt idegesítőek. Ranangarra majd fogok még rakni, meg az ilyen... azt is szeretném még jobban kihúzni ezeket a skilljeimet, perkeket, amik ilyen sebességre, meg ilyen mozgékonyságra adnak, én imádok futkozni, meg így. Tök jó, hogy gyorsan odaérsz valahova, meg tök jó, hogy a zombik elől el tudsz futni, el tudsz mozogni, tudod? Látod, hogy hol vannak, és akkor így körbe rohangálod őket. Nem az, hogy nehéz páncélbot, mint valami robot mész. Oké, hogy bírod az ütéseket, de na. Attól még a kártékony hatások ugyanúgy bejönnek, persze arra is vannak gondolom perkek, hogy mondjuk ne betegedjél, meg hasonlók, de nekem jobban fekszik, hogy figyelj, elfutok, akkor biztos, hogy nem támad meg, ugye, oda, ott egy tyúk. Meg volt a tyúk. Jó, még egy kis kaja is pluszba jött. Na, haladjunk. Na, gyerekek, most már le tudom craftolni azt a rohadt tüzét, öntőszart. Na, milyen helyzet itt egyébként? Jó, ez akkor stoppoljuk egyet kicsit, aztán majd átgondoljuk, hogy mi kell.
Mert nem akarom teljesen az összes vasamat elnyomatni. Itt meg ugye megy. Jó. Ez jó, mert van már egy csomó stone, és még tudok csinálni egy csomó cementet. És ebből meg tudok csinálni majd egy csomó. Oda nézzük, 500 darabot. És van nálam 158. Hova tűnt el? Be van még ott. Ó, van már több mint 1000 darab izőm. Betonom, úgyhogy frankó. Na álljunk már neki ennek a szarnak. Végre oda nézett fel craftolni egy darab ilyen szar. 3 perc. Sanyika, nincs ebben semmi, hiába zörgetett. Jó, oké. Okay. Akkor ez megvan 3,5 perc alatt. És akkor ugye acélra lesz szükségem. Viszont nem sok idő van benne, várjál, az acél. Még mindig, most meg megint vashiányba fogunk szenvedni. Vashiányba. Jó, nem olyan sok kell hozzá, 31. Kártonból tudok csinálni több mint 10 akármennyit. És a Voldorhoz még mennyi idő kell? Mennyi acél? Akkor jó, egy oldort mindenképpen tudok csinálni. Később, hogyha szedek még vasat, de lehet, hogy van valahol vasam. Nincsen? Nincs, abszolút. Sanyika, légy szíves! Hagyd ezt a tálat! Nem tud tálból enni, és ott azt csinálja, hogy a tájával így szórakozik, így zörgeti. De nézzük, várja. Addig pakoljuk ki, mert most vannak itt különböző dolgok. Menjünk végig, jó? Gyógyszer. Más gyógyszer nincs nálam, ugye? Fa. Az maradjon nálam. Vas. Van nálam bármilyen vas, amit ki akarok rakni? Nem akarok kirakni semmit. Amit ki akartam rakni, a kaját például. Sőt, neki is adnénk főzni, ugye? Rakjuk be inkább azt, majd főzünk valamikor. Van 40 valahányam. Jaj, de örül neki a keeper. Meg van egy kis kléjem is. Hát igen, nem egyszerű az élet. Nem egyszerű az élet. Fegyver alkatrész. Kell csinálnom majd nyilakat, és lehet, hogy acélnyilat fogok akkor csinálni. Mert az még nagyobbat sebez. Fegyver alkatrész van bőven. Ezért Steel Crossbow Arrow. Így nem tudok még csinálni, mert még nem tanultam meg. Úgyhogy kell majd ezért is lootolgatni bazzer. Mert kell recept. Na, hol tart a izé? 1 perc és megvan. Jaj, nagyon, na ennek meg. Fú, egyébként minden kell ebbe a játékba. Itt meg ugye készül frankóna. Cement! Ugye nem azt kellett volna megnyomni. Cement? Ó, készül rengeteg. Rengeteg gyerekek, brutálisak. Á, nem, ezt tudom mondani, mennyi allok. Figyelj, itt készült 500 valamennyi, meg nálam van 900, 1500 darab betonomban. Ezek baromira örülök, egyébként ez tök pénzére lehetne adni, tök nagy pénzre, nem a beton. 475-ére, hát akkor nem annyira nagy pénzre. Jó, nem baj, akkor majd gondolkodunk. Ja, nézzük. 10 másodperc és végre, akkor elvileg acélt tudok gyártani. És meg tudom csinálni Voldort. Reinforced szedet, már itt azért megerősítetted, azt még nem tudom, de majd, nem tudom. Nem ebbe pakoljuk, hanem ebbe pakoljuk, mert ez a vasas, ugye. Hova tett? Ja, ki kell venni, ugye. De örülök ennek, hogy ez is megvan. Oda, és akkor elvileg tudok a célt. Jaj, Istenem, komolyan mondom. Imádom. Mi vagyunk a világ ura, gyerekek! Mi vagyunk a világ ura, és mi kell akkor a Voldorhoz? Wow, mi kell hozzá? Na, springünk van, izénk van, mechanikusunk van,
tudnánk kettőt is csinálni, talán 12, 24 kell hozzá, nekünk van 4, és mennyi készül? Mennyi készül? De várjál, idegen akarok táblát, tudok csinálni szignet? Az mi kell? Annyira idegesít, hogy mindig összekezik. Ilyen kellene nekem. Kellene tisztszeg, bazza, majd tisztszeget, majd eszkobálok, bazza. Nincsen tisztszeget? A szegeket mind elhasználtam. Apám. Olyan. Miért a vasban van a homok? Nincs szege? Elhasználtam az összes szeget. Ez szomorú. Na gyerekek, akkor most már elülök. Oda nézi! Tudok csinálni. Nagyon örülök, kettő. Kellene még ugye 9 darab hozzá, és akkor csak annyi nem lesz, hanem 5 darabban csak. Vas kellene. De kár, te kár, te kár. Vas kellene, gyerekek, elmegyünk vasat szerezni. 21-54, nem valószínű, hogy elkérem, mi? Honnan tudnék vasat szerezni? Hát valószínű, sem onnan. Ez, hogyha leszkrepelem, lenne vas. De most ezt nem hiszem, hogy nagy üzlet lenne leszkrepelni. Egyéb craftban nincsen valami, semmi? Ezt is meghagyom, mert drága volt, nem? Ja, itt van a hitpointja. Ó, ja, mutatja, hogy mennyi a hitpointja. Ennél is például, hogyha most én beütöm, hogy va, ú. Mutatja, hogy mennyi a hitpointja. Így nem mutatja, csak hogyha megvan. Dakar! Nem Oldor? 1 perc 15, jó sokáig csinálja. Be kéne tenni az ajtókat, mert lehet, hogy nyitva van. Kicsit vadászhatnék, összeszedhetnék annyi skill pontot, hogy legyek meg, ja? Köszönöm, jó egyébként ez a bázis, esküszöm. Pont leesett, hallod? Pont leesett a csaj. Nem hiszem, hogy most megugrott. Leesett! Amúgy 825-ös volt. Kell gyűjtenem még izét. Sok vasat. Reggel, nappal. Mert ez nem lesz jó biznisz nekem így. Kell vas nekem, gyerekek. Nagyon sok vas kellene, mert ide is kellene. Ilyen nyílhegy. Nem az erdő, oda nézedik. Nő az erdő. Te jól lenne volna egy kis XP-t szerezni, erre meg sehol senki. Ezt beteszem ezeket, meghagyom. És akkor külsőre csinálunk egy Voldort, legalábbis arra fogom megoldani. Ó, jaj, és fel tudom upgrade-elni elvileg azzal. Figyelj, de tesó. Az már egy kicsit komoly lesz, oda néz. Bakker. Acéllal még lehetne húzni. Csak az ilyen rettentő lassan, hogy nyílik, arra kell figyelni. Dick, ez meg kéne acél. És akkor ezt lehet, hogy... ezt lehet még felhúzni. Mennyi acél kell hozzá? De várj, acél kell hozzá? Írta, hiszen volt acélom, 10 acéllal lehetne felhúzni. Ügyöcsém. Dick. Acél kellene, mert akkor ezt... annyit kellene megcsinálni, gyerek, acél, ezt az egészet, ezt a külső részt, ugye ezt megcsináltam, acél, ezt a falat full acélból megcsinálni. Hogy akkor a külső védelmi vonalam legyen baromi erős, nem? Ezt a külső falat acélból. Az igen. Az már igen. Na igen, van egy napom rá, hogy szerezek annyi acélt, vagy vasat. Milyen helyzet itt? Nincsen ideje mi? Nincsen benn vas. Ez a baj. Hát oda kellene, a minimum az izőt fel-upgrade-elném szívesen. A két alsót. Ezt meg ezt azt szokták még ütni. Amivel...
Amihez ugye akkor kellene 20 acél. 10-10. És akkor fölmenne izére. Fölmenne acélra az a kettő. Ja, úgyhogy azért vas hiányunk, vas hiányosak vagyunk, gyerekek. Ja, figyelj, vas hiány van. Sajnos ez van. Közben csináljuk, mert akkor lesznek. Várjál, ide izé kell, ide cement. Á, gyerekek, millió rózsaszál. Hát annyi. Onnan év mennyi? Úristen! És már van nálam mennyi? 1200 darab. Jaj, hát itt nagyon, nagyon elengedtük magunkat, vagy nagyon frankok vagyunk. Most az utóbbi pár részben nagyon beindult itt a termelés. De egy kicsit összekaptuk magunkat, tök jó. Voldorokat kell csinálnom, rengeteg acélt kell, vasat kell szerezni, ennyi. Most már betonom az annyi van, mint a pejva, az teljesen akármennyi van konkrétan, mert alapanyagom az megvan hozzá. Kövem van. Ó, szintet léptünk. Na, a minden 69-re rakjuk és csináljunk új szerszámokat. Annyi mindent tudsz ebben a játékban csinálni, hogy nem bírod el. Nem bírod ki. És akkor elvileg tudok csinálni. De várjál, hát nem a minden 69 adja azt, hanem... Nem az ott. Ott van craft. Itt vagy ötös szerza... ötös... Ja, lehet, hogy az csak hatos... Aha! A hatosat lehet, hogy csak találni lehet. Most így. Mert az ötöset itt látod, nőtt. A hatos az meg csak izé, csak találhatod. Hát akkor meggondolandó. A szexuáltalán a szarusz az meg mit ad? Nyílen. Neveli őzőt. Neveli. Ez mi? Ó, ez a Harvest More. Igen, ez meg az, hogy több. Ez ott, hogy több alapanyagot. Lehet, hogy itt az Exvaltironosaurus rakjunk a minden 69-re. És akkor felhúzzuk még az Exvaltironosaurus, meg lehet, hogy akkor ezt is, hogy több alapanyagot kapjak. Ez is tetszik. Jó. Na, viszont akkor ötös cuccokat lekraftolhatnám. Várjál, közben itten már mennek ám a dolgok agyba főbe. Mondani mennyi. Jédes Isten, mennyi betonom van. Ja, kraftolni kellene. Mindenből várjál. Mindenből kell kraftolni. Ásó, kapa, nagy harang. Ezekből lekraftoljuk a jók. Ilyet tudok kraftolni, és ilyet, de várjál, ilyet nem tudok, látod? Szerintem csak egyes tudok. Mi az? Mi nem... Jöve! Na, mi a franca neve ennek? VR, ott van írva is. Ebből, ja nem is tudok kraftolni, nem baj akkor. Steel... Na, erre voltam kíváncsi. Steel tool parts. Ez biztos adja mi? Ez biztos adja, hallod? Csak ezek az alkatrészek, ezek szerintem ott vannak. Lehet, hogy vannak ilyen alkatrészeim, de 15 lehet, hogy nincs. Figyelj, csináljunk Ironból mindent egyelőre. A steel az máshova kell, jó? Iron. Ilyen. Mi az, ami nincs nálam? Leather, meg duct tape, ami kell. Egyébként, hardfornot megeszik ilyenben, ez nem biztos, hogy csinálok. Sőt, nem csinálok. Nagyon vas hiányunk van, úgyhogy ez így kerül vissza egyelőre. Kell gyűjtenünk rengeteg vasat. Nagyon vas hiány van.
Úgyhogy bocsánat, érte, már nem tudom, mióta megy ez a videó, ebből tudok-e 2 perc, hát figyeljetek, akkor itt felupgrade-elek szerintem itt mindent, betonra. Ez egy 3 réteg cucc, az nem lesz rossz. Na. Eddig itt felupgrade-elek betonra. Ez a biztos. Aztán innen folytatjuk majd a következő részbe. Ugye, már horda nap. Horda nap. 21. napon leszünk. Rengeteg beton kell. Jaj, de imádom, hogy sok a beton. Azt folyamatosan égetni fogom. Mert mindent abban. A minimum az 5000-es blokk kell. Jó, gyerek, Sanyi, mindjárt. Szegény nem bírja már. Na, skacok, és akkor közben búcsúzok is. Minden folytatjuk tovább. Imádom ezt a játékot, nem tudok betelni vele. Próbálok minden egyes nap egy részt feltölni belőle. Igaz, hogy nem olyan nagyon magas nézettsége van már, mint van egy tábor, aki ezt szereti. De nem számít, mert hogyha 2 ember néz, én már akkor mondjuk, hogy boldog vagyok. Oda, ott ki akarom fákelni meg. Egyébként ez az ajtó az rettentő lassan csukódik, ez az egy probléma, vele megmondom őszintén. Nem nagyon vagyok kibékülve, hogy ilyen lassan csukódik. Egyébként rakhatnék kívülre fölnyíló csapóajtókat ide, és akkor lenne olyan, hogy le tudom zárni. Izével rakok kívülre majd volt, tudod, azokat a kémlelőket, és fölnyílható. Az lesz, gyerekek! Kívülre, és akkor dupla védelem, azt ki tudod nyitni, és ki tudsz rajt lőni, viszont lesz belőle egy rács, és azt a külső védelmet, azt nagyon meg kéne erősíteni. Csak rengeteg az alapanyag igény, úgyhogy az arra rá kell menni nagyon. Ez ahogy becsukódik, azt nagyon király. Imádom, nagyon biztonságban érzem magam itt, mint az alatt a hegy mélyébe. Ugye hol vagyunk? Itt vagyunk benne egy mélyébe, és itt van valahol a legmagasabb csúcs, oda mindenképpen valahogy majd csinálunk egy járatot. És vagy valami nagyon magas csúcsra, és akkor egy kilátót is. Na, gyerekek, elbúcsúzom, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy tetszett a videó. Jók legyetek, sziasztok!